Sok szeretettel köszöntöm kedves nézőinket a Régió Plus Televízió térségi közéleti magazinjának 26. adásában. Ezúton szeretnék önöknek sikeres, örömteli új esztendőt kívánni a 2012-es évre. Idei első műsorunkban a Tarsói Zenekar első lemezbemutató koncert sorozatáról beszélgetek Bence Matyival, a zenekar vezetőjével. A Zsámboki iskola 300 éves évfordulója alkalmából készült A palatáblától az internetig című könyvét mutatja be nekünk dr. Tóth József, helytörténész. Végül pedig az erdők, mezők, lények, fények jegyében megismerkedhetünk Baranyi Norbert fotóművésztel és az Aszódi fotógalériájának megnyitójával. Tartsanak velünk ismét! Zsámbokon a Bajzolánke Általános Iskola az idén 2012-ben ünnepli 300. évfordulóját. Ezen nemes alkalom során felkérték dr. Tóth József helytörténészt egy kiadvány megírására, aki Zsámbok szülötte és a zsámboki helytörténet szakértője. Szeretettel köszöntöm Önt stúdiónkban, illetve szeretettel köszöntöm stúdiónkban Zsámbok polgármester asszonyát, Holló Ilonát is. Elsőként Józseffel szeretnék néhány szót váltani. Hogyan jött az ötlet, hogy éppen Zsámbok helytörténetét dolgozta fel József? Hát mert ide kötődöm. Egy kis helyreigazítást. Én tulajdonképpen Szent Lászlón születtem, a szomszédos faluba, de kisgyerekként kerültem Zsámbok határába, Kórostanyára, úgyhogy itt kezdtem járni iskolába. Itt gyerekeskedtem, 14 éves koromig itt nőttem föl. Aztán, amikor időm lett nyugdíjas koromban, akkor hát úgy gondoltam, hogy előjöttek a régi emlékek, és sorba írtam meg azokat a könyveket, amelyek Zsámbok történetével kapcsolatosak, frontélményeimet, a község történetét, akkor a szovjet megszállásnak a dolgait, és most a 300. évforduló alkalmára ezt a iskola történetet. Ez a történet a palatáblától az internetig címet viseli. Mennyi idő alatt készült el ez a kiadvány, és milyen anyaggyűjtés tartozott ehhez? Hát ez úgy van, hogy az ember rendesen jár levéltárakba, könyvtárakba, hosszú éveken át gyűlik össze az anyag, és más kiadványokhoz, meg cikkekhez is volt, úgyhogy kerestem anyagot, és közben más találtam. Úgyhogy hát több év levéltári kutató munkája. Ez, ami azt jelenti, hogy a fővárosi levéltárban, a Váci püspöki levéltárban, mert hogy egyházi iskola volt, ugye, meg a Pest megyei levéltárban is. Hát nem dicsekvésképpen mondom, de egy kicsit olyan napi vendég voltam. Így jött össze. Mikor kezdte el első ízben az anyaggyűjtést? Nagyon régen. 94-ben mentem nyugdíjba, és azt lehet mondani, hogy azóta folyamatosan tart ez. Tehát akkor azt mondhatjuk, hogy ez a kiadvány, ez egy több évtizedes munkának a gyümölcse tulajdonképpen. Pontosan. Hogyha majd a kezünkbe kerül ez az elkészült könyv, akkor mi az, amivel találkozhatunk az oldalakon? Hát tulajdonképpen a kezdetektől, 1712-től különféle visszaemlékezések, jegyzőkönyvek alapján arról adok számot, hogy hogy folyt a tanítás egyáltalán azokban az évtizedekben, vagy évszázadokban. Mennyivel volt más, mint manapság. Összehasonlíthatatlan egyébként. Aztán, amikor a 20. századtól kezdve vannak, hogy mondjam, napra készebb dokumentumok, meg fotók, akkor meg már ugye képes beszámoló, az iskolához kötődő oktató-nevelő munkáról,
meg arról a sokrétű kultúrmunkáról, ami szintén az iskolához kötődik. Színjátszó szakkör, énekkar, stb. Úgyhogy gazdag anyag lesz ez, és jó olvasni való. Tehát akkor egész színes repertoár kerül bemutatásra, nem csak szimplán az iskola történet, hanem minden egyes olyan anyag a rész, ami kapcsolódik a történetiséghez. Ami kapcsolódik, így van. Nekem alapelvem egyébként a többi könyvemnél is, hogy ismeretterjesztő legyen, ne csak ilyen száraz dokumentumok sorozata, mert azt nem szívesen olvassa mondjuk egy olyan ember, aki nem éppen megszállottja ennek a témának. De ebben lesznek olyanok, hogy még az indiferens ember se tudja majd letenni. Nem akarok előre dicsekedni, de... Ha már az olvasó közönséghez érkeztünk, akkor van egy kifejezett célcsoport, akinek szánta a könyvét József, vagy minél tágabb rétegben gondolkodott, tehát mondjuk, hogyha a korosztályokat tekintjük? Hát az egész zsámboknak. Itt tulajdonképpen vannak szinte... olyan adatok a legutolsó oldalakon, akik még most is iskolába járnak, a Comenius programnak a részesei. De megtalálják itt a nagymamák is a gyerekkori első áldozási képeiket. Úgyhogy én azt mondom, hogy unokától nagymamáig mindenkié ez a könyv. Akkor egy igazi meglepetés lesz az, amikor majd valaki a kezébe veszi, és elkezdi lapozni, és egyszer csak szembe találkozik a saját fotójával, önarcképével. Persze, vagy azt mondja, hogy jé, ez itt a nagymama, milyen klassz kislány volt. Mennyire jó, hogy visszaköszönnek ezek a régi szép emlékek. Így van. Milyen terjedelműre sikerült elkészíteni ezt a kiadványt? Azt hiszem olyan 270 oldalnyi körülbelül. Ugye? És ugye nem is kell már nagyon sokat várnunk ennek a könyvnek a bemutatójára, hiszen hamarosan a közeljövőben találkozhatunk ezzel a kiadvánnyal. Polgármester asszonytól azt szeretném kérdezni, hogy mikor is lesz ez a bemutató, és pontosan hol? Január 20-án tervezzük, 15 órakor, egy pénteki napon a Bajza-Lenka általános iskolában. Egy délutáni napon tervezzük, mert nagyon reméljük, hogy nagyon sokan jönnek el, nagyon nagy érdeklődésre tart számot ez a bemutató, ahol a tanár úr elsőként beszélhet nagy nyilvánosság előtt, azt gondolom arról, hogy milyen is volt ez a 300 év történet, és hát a bemutató mellett dedikálja is a könyvet. Erre az alkalomra meghívunk régi diákokat, meghívjuk az iskola volt pedagógusait, jelenlegi pedagógusait, azok, akik a könyvben szerepelnek, és hát itt örömmel tapasztaljuk azért, és nagyon érdekes volt végigkövetni. Én büszke vagyok arra, hogy elsőként olvashattam a könyvet, mert a kezdetektől együtt foglalkoztam tanár úrral a könyv megjelenésével, és korrektúrájával, a nyomdába kerüléssel a dedikálási időszakig, a megérkezésig, és a ennek az ünnepség sorozatnak a elkezdéséig. Tehát olyan érdekes archívumi anyagot dolgoz fel, és azt mondom, a pár napja fejeztem be a könyv olvasását, még a kéziratnak az olvasását, de amellett, hogy érdekes, nagyon olvasni való. Tehát nem lehet letenni, mert annyira mindennapi, nem csak iskola történetet, település történetet is feldolgoz ez a könyv, és viszont látni azokat a pedagógusokat, akik még ma is élnek, és 61 néhány évvel ezelőtt iskolába kerültek, és látva azt a sok híres embert, a plébánosokat, akik már zsámbokra irányították az országos hírnevet, és erről nem beszéltünk nagyon eddig, lehet, hogy sokan nem is tudják a faluban, hogy Ében Mihály plébánosnak például a számológépe olyan világhírű és sikeres volt, hogy ez volt az első számítógép, hogy így mondjuk, és számítógép, amit felfedeztek Magyarországon. Hát mi nagy büszkén olvastunk erről, és nagy csodálója vagyunk a tanár úrnak, akinek
ez az elgondolása megszületett, és tényleg a kötődés a településünkhöz, akár az iskolán keresztül, vagy a hagyományőrzés terén, de a település iránti elkötelezettsége, szeretete az mindenek fölött, és nagy örömünkre szolgál, hogy ezt a könyvet létrehozta, és örömmel adtunk annak helyett, hogy elindítsunk a 300 év alkalmából tiszteletére egy rendezvénysorozatot, és ennek a sorozatnak a része lesz a január 20-i megjelenés, amelyet örömmel várunk, és Zsámbó község önkormányzata maximálisan támogatta, és szeretettel várja. Hogyan támogatta az önkormányzat a könyvnek a kiadását, elkészülését? Sokféle módon. Hát amit részben mondott a polgármester asszony, egy abszolút erkölcsi támogatás. Az nagyon fontos, biztatás, hogy az embernek érdemes ilyennel dolgozni. Másrészt meg anyagilag. Hát tulajdonképpen az önkormányzat finanszírozza ezeket a kiadásokat. Az más dolog, hogy majd az eladásokból is bejön valami, meg esetleg az adományokból, de alapjában véve azért, hát a fő teher ennél a könyvnél is, meg a korábbi könyveknél is, az az önkormányzat áldozatkészségét dicséri, ami ritka dolog mostanság. Úgyhogy hát ezért az ember nem is tud eléggé hálás lenni. Ezért majd az utókor lesz hálás. Az biztos. Az unokák és az unokák unokái bezony, is majd később. Bezony. Polgármester asszony említette, hogy egy rendezvénysorozat első pontjaként beszélhetünk a könyv bemutatójáról. Mik lesznek a sorozat további részei még? Tervezünk egy konferenciát, és így mondjam, az iskola helyéről, az iskola szerepéről, a könyv bemutatóról, hogy átbeszéljük, bemutassuk azokat az archívanyagokat, amik a könyvben vannak, hogy e köré csoportosítsunk egy olyan beszélgetést, ami manapság aktuális, és nagyon jól megfogalmazta a tanár úr azt a kötődést, amit a könyvvel rá szeretne világítani, vagy amire a könyv szeretné irányítani a figyelmet, és azt hiszem, hogy ez a mottója, és minden település örülhet annak, ha ma még van általános iskolája, és boldognak kellene lenni a szülőknek, hogyha a településen van iskola, és megadatik az a lehetőség, hogy a gyerekeik ide járjanak iskolába, szerintem a gyereknek is az a jobb, és egy településnek is az a jó, hogyha az iskolája megmarad, mert nem néptelenedik el a települése, egy iskola mindig meghatározó a település életében, meghatározó kulturális, oktatói, minden más egyéb szempontból. Hát mi ezeket a kérdéseket szeretnénk egy kicsit komolyabban átvizsgálni, és adaptálni a 300 év történetét, amit egy tavaszi időpontban szervezett konferencián szeretnénk majd feldolgozni, és hát az év folyamán még egy kultúrtörténeti kiállítást, és lesz nyáron a Lecsóta Kecseléből fesztiválunk, ahol majd természetesen ezt ismételten bemutatjuk, és a 300 év történetét, amellett, hogy a konferencián bemutatjuk, a fesztivál keretén belül is szeretnénk bemutatni a hozzánk látogatóknak. Mi pedig a Régió Plusz TV stábjával igyekszünk majd mindezekről tudósítást adni kedves nézőinknek is, és természetesen hamarosan az Ismeretlen Ismerős című műsorunkban még többet megtudhatnak dr. Tóth József helytörténész úrról és az ő életéről, valamint munkásságáról. Köszönöm szépen, hogy a vendégeink voltak, és sok sikert kívánok a programsorozathoz, illetve minél több látogatót a bemutatóra. Köszönjük szépen. A meghívást. A Tarsoly zenekar 2 éves fennállása óta közelmúltban kezdte meg első lemezének bemutató sorozatát, méghozzá Moson-Magyaróváron, ám hamarosan Galgahévízen tekinthető meg a következő állomása a bemutató sorozatnak.
Vendégem a stúdióban Bence Mátyás, a zenekar vezetője, akit művész néven Bence Matyiként ismerhet a kedves közönség, méghozzá leginkább Bence Matyi és Barátai című zenekarából, ami aztán átalakult. Hogyan is történt ez az átalakulás, Matyi? Hát szeretettel köszöntök mindenkit. Szia! Ez 2 éve történt meg az átalakulás. Úgy volt, hogy először egy nagyon kedves barátommal, Margetán Mátéval és Fodor Bencével kezdtük el, akik most jelenleg a zenekarnak a fúvósa és nagybőgőse. És velük kezdtük el ezt a munkát 2 éve, pont a Galgamenti Népzenészek újévi koncertjére készültünk, az volt az első nagyobb, úgymond megmérettetés, fellépésünk. És utána jött egy felkérés így júliusban, hogy menjünk egy táncsoporttal Németországba, Olaszországba, több külföldi úgymond fellépési lehetőséget kaptunk akkor, és utána jött a brácsásunk Böröc Balázs az iskolába fél évtől, és akkor így 3-an kezdtünk el menni, 4-en Mátéval együtt, és akkor ez szépen bővült ki az évek során. És aztán kialakult a Tarsoly zenekar egyszer csak, ami gyakorlatilag egész jó kis hírnévnek örvend már most is, hiszen ha azt nézzük, akkor letettétek az asztalra az első komplett sikereteket most már. Az első albumotok elkészült, Szombaton este címmel. Te, mint a zenekar vezetője, mit tudnál nekem arról mondani, hogy mi az, amit ezen az albumon hallhatunk majd, illetve hogyan alakult a cím kiválasztása? A cím kiválasztását már sokan kérdezték, hogy ez hogy jött, mert a legtöbb helyre szombaton este megyünk muzsikálni, viszont nem ez a fő bok. A Szombaton este egy galgamenti népdalnak a kezdő sora, és hát mivel galgamenti vagyok, így úgy gondoltuk, hogy akkor ennek a számnak a szlogenjét választjuk. Így jött a CD-nek a neve. Az albumnak a lényege inkább, szóval most elsősorban a bemutatkozás. Egy friss zenekar vagyunk, még így, hogy 2 évesek vagyunk, azért így is, mert rengeteg tőlünk idősebb banda működik. A célunk az volt ezzel, hogy megmutassuk azt, hogy mennyire tudunk hozzáfogni más muzsikákhoz, mint a miénk, például Galgamente, Szatmár muzsikája. Csak ennyit szerettünk volna először, hogy megmutatni a nagy publikumnak, hogy mi mindent tudunk eljátszani. Ugye te galgahévízi vagy eredetileg, és a következő bemutató állomás az a lakóhelyeden Galgahévízen lesz. Milyen programmal fogjátok várni az érdeklődőket? Hát a fő program ugye lemezbemutató koncert, viszont úgy szeretnénk kezdeni az előadást, hogy Kölesi Éva tanítványai nyitják meg, majd utána elkezdjük mi a koncertet, ahol hát elég sokrétű műsorszámot raktunk össze, mert azon felül, hogy összeraktunk X blokkot, X zenekari számot, azon felül azért szeretünk arra adni, hogy ez hogy néz ki, hogy veszi a közönség, mit lát a néző, mit hall a néző, mert hogyha a néző nem is hall esetleg olyan dolgokat, amiket mi igen meghallunk, de hogyha nem lát olyan dolgot, ami nem teszi neki érdekessé, akkor mi hiába játszunk akármit. És ebben nagyon nagy szerepet tölt be és segít nekünk az, hogy többször játszottunk a Hagyományok házába kísérő zenekarként, vagy ott is léphettünk föl zenekari számokkal, és ott olyan hangosítás, fénytechnikánk volt, ami lehetővé tette bármilyen műsor összeállítását. És abból merítve próbáljuk minél színesebbé tenni a műsort, aztán a végén egy kis állófogadásra várunk mindenkit, és aki még szeretne, annak még itt rendelkezésére állunk estig. Pontosan mikor és hol lesz helyileg Galgahévízen? 2012. január 14-én lesz 5 órától a Kodály Zoltán Művelődési Házban Galgahévízen. Hogyha a kedves nézőink majd ellátogatnak, illetve akár azok is, akik éppen nem nézik a műsorunkat, akkor kikkel találkozhatnak egész pontosan a zenekar tagjai közül? A zenekar tagjai közül van egy elég bonyolult nevű fiú, őt úgy hívják, hogy Oberhofer Csenger, ő hegedül, harmonikál és énekel, Linner Zsófia, ő az énekes, csodálatos lányunk, aztán Böröc Balázs brácsán fog játszani, Fodor Bence nagybőgőn, Jobbágy Bence cimbalmon, Margetán Máté fúvós hangszereket próbálja majd megszólaltatni tehetsége szerint.
lesz egy közreműködő vendégünk, ő Bobár Zoltán Bobi, ő a Napra zenekarnak a harmonikása, hát és velem is többek között. Te is ugye hegedűn fogsz játszani, ha jól tudom. És hogyha már akkor itt tartunk és elérkeztünk ismételten hozzád, akkor kérlek beszélgessünk egy picit arról, hogy te ugye 19 éves vagy, és gyakorlatilag az első lemezedet tartod a kezedben, a lemezeteket, amiben ugye elég jó részt vállaltál te is. Milyen érzés ez, és milyen életút kellett idáig, ami segített eljuttatni mindehhez téged? Hát igen, furcsa érzés, felemelő érzés ilyenkor, nem tudom, talán ezt kell mondani, vagy mindig ezt szokták mondani ilyen interjú során. Annyiból tényleg fura, hogy mögöttem olyan szintű szakmai támogatás már sok éve nincs. Szóval én az előző zenekarom, nekem az első zenekar volt, amit Turán Hévízen működött, és miután onnan én kiléptem, és az úgy megszűnt, úgy Unger Balázs támogatott azelőtt minket, segített minket akármiben, aztán én fölkerültem Vácra a zenekar többi tagjával együtt, viszont ott volt egy tanárom, Blaskó Csaba, mai napig, és Salamon Beáta, akik igen, tanítottak, órákat adtak, viszont a zenekar mögött olyan szakmai, úgymond mentor, most Bobár Zoltán Bobi, de eddig ő se volt. És úgymond a semmiből kellett fölépíteni azt, amit általában egy szakmailag tapasztalt emberrel szoktak. Hát ilyen szempontból furcsa, de jó érzés. Nagyon sok meghívásotok és fellépésetek van. Melyek azok a régiók, ahol ti megtalálhatóak vagytok, illetve hol szoktatok fellépni, milyen rendszerességgel? Főleg Pest megyében, Heves megyében, mivel a bőgősünk ő egri, szóval azért ott is vannak érdekeltségeink. Rengeteg kapcsolatunk van, mert Vácon a Pikéti Tibor zeneművészeti szakközépiskolába tanulunk mindannyian, jó páran a Zeneakadémiának a padjait nyomják. És Vác egy olyan gyűjtőmedence, úgymond egész Magyarországon, mert egy eléggé, úgymond nem az, hogy elit, de egy eléggé ritkán, ez rossz kifejezés. Szóval egy olyan iskolába járunk, amiből az országban több úgymond nincs ilyen magas szintű oktatás, meg pláne. És hát egészen Pécs mellől vannak ott osztálytársaink, Moson, Magyaróvár, ott voltunk a múlt héten koncertezni. Úgyhogy elég sok helyen van egy kis hírünk, viszont főleg Pest körül. Azonban Moson-Magyaróvár nem éppen a Pest környéki települések közé tartozik. Hogyan sikerült ez a koncertetek? Ez volt az első, ugye, ha jól tudom, így a bemutató kapcsán. Tavaly kezdtük a bemutató koncerteket, idén ez volt az első, igen. Hát az egyik barátom, Radák Márton, ottani prímás, és az ő tevékenységük, ők is ugyanilyen velünk egy idős zenekar, csinálják ugyanúgy, mint mi, táncházakat tartanak, stb. És megkérdeztem, hogy ebben az esetben ez érdekli-e őket, ők mondták, hogy igen, és akkor így megszerveztük. Milyen hangulatban telt el ez az este? Hát fergeteges volt, úgymond jobb volt, mint amire számítottunk, mert nem tudtuk, hogy mennyi ember lesz, nem tudtuk, hogy ott kiket érdekel ez, kit érint meg. Úgyhogy nagyon sokan voltak, nagyon sok mindent tudtunk úgymond ott megcsinálni, amit nem tudom, más helyeken talán nem annyira szeret a közönség, szóval általában, hogyha elmegyünk valahova, az emberek nem feltétlenül azt értik magyar autentikus népzene alatt, amit egyébként jelent. Szóval sok helyen ugye ez egybefonódik a magyar nótával, a roma dalokkal, viszont mi ennek az autentikus forrását próbáljuk kiemelni, de Óváron eznek nagyon nagy vízhangja volt és szerették. Akkor, ha már ezt így kiemelted, mit kell érteni egész pontosan ez alatt? Hogy autentikus magyar népzene? Autentikus magyar népzene alatt talán azt kell értenünk, hogy az évszázadok alatt rengeteg minden összefonódott. Tényleg cigány dalok, magyar dalok, akkor szlovák dalok, főleg itt a Palócvidéken. Autentikus magyar népdalnak lehetne azt mondani, ami egy adott tájegységben alátámaszthatóan nem idegen eredetű, vagy nem idegenedett el. Egy elég nehéz megmagyarázás van ennek egyébként. Tehát egy saját helyi vonatkozású népzene tulajdonképpen, ami semmiféle külső elemet nem igazán tartalmaz. Hát külső elemet annyiból tartalmazhat, hogy szomszéd tehetségek elemeit,
viszont nagyban nem tér el a megszokottól. Én bízom benne, hogy a következő állomásotok Galgahévízen ismét ugyanolyan, vagy még sikeresebb lesz, mint a Moson-Magyaróvári bemutató, de ezt követően is lesznek még állomásaitok. Hol lesznek ezek a közeljövőben? Hát a legközelebbi például január 28-án Turán a Bartók Béla művelődési házban lesz a Galgamenti Népzenészek újévi koncertje. Ott fogunk fellépni este 6 órától. Aztán február 2-án leszünk Vácon a Krédó házban, Krédó közösségi házban. Aztán február 11-én leszünk Csőváron. Ott még nem tudok pontos időpontot, viszont akit érdekel, az a honlapunkon megtalálhatja ezt, ami www.tarsolyband.hu néven elérhető. És ott folyamatosan frissülő programokat jövőben bármikor megtalálhatnak kedves nézőink. Matyi, én gratulálok nektek ehhez az albumhoz, és kívánom, hogy még további sikereket érjetek el minél többet. Sok sikert, és köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk. Én köszönöm szépen. Szeretem a ködöt, amely eltakar, és egyedül lehetek benne. Szeretem a ködöt, mert csend van benne, mint egy idegen országban, melynek lakója a magány, királya pedig az álom. Szeretem a ködöt, mert eltakarja a múltat, a jövőt, és a jelen is olyan homályos benne, hogy talán nem is igaz. Olyan kevesen szeretik a ködöt, és olyan kevesen találkozunk benne. De akik találkozunk, nem csak a ködöt, de egymást is szeretjük. Mai egyik vendégem szintén nagyon szereti a ködöt, és önök is találkozhatnak most vele. Szeretettel köszöntöm Baranyi Norbertet itt a stúdióban, aki egy ifjú fotoművész. Talán kevesen hallottunk róla, pedig nagyon sok lehetőség nyílt már arra, hogy hallhassunk róla és láthassuk az ő munkáit. Norbi, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Köszönöm a meghívást. És ugye nem csak a ködöt szereted, hanem minden egyes olyan mozdulatot, ami a természetben zajlik. Kérlek, mesélj nekem egy kicsit arról, hogy ugyan te herédi származású vagy, de mégis Aszódhoz kapcsolódik a jelenlegi fotói pályafutásod. Hogyan is jött ez a kapcsolat? Az Aszóddal való kapcsolat középiskola első osztályában kezdődött és folytatódott. Lyukas órákon a barangolások a városban, aztán később egyre több időt töltöttünk kint ismerősökkel, és néhány évvel később pedig sikerült kijutni a természetbe, akkor már fotózási szándékkal. Mikor került az első gép a kezedbe? 17 évesen egy csillagásztáborban hallottam arról, hogy hogyan lehet lefényképezni a holdot, és amikor hazaértem, akkor az első az volt, hogy neki láttam az eszközöket fölkutatni, távcső meg volt, fényképezőgép is, és egy herédi ismerősöm segített abban, hogy hogyan lehet a technikai részletekből egy fotót összeállítani. Nem kis vállalkozásnak láttál neki akkor így első ízben. Hogyan sikerült a kép? Mondhatni, hogy ahhoz képest elég jól sikerült, hogy első próbálkozás volt. Aztán később a hold téma meg a csillagászat így mindig visszaköszönt. A természethez is kapcsolódik, úgyhogy nyilvánvalóan nem is véletlen. Azonban az idők során, ahogy egyre több időt töltöttél a fényképezőgépeddel, a természetben, a városokat járva, mások is felfigyeltek rád, és egy könyvben is megjelent már 2-3 alkotásod, ha jól tudom. Igen, 2006-ban a Aszód épített környezetéről jelent meg egy album, amiben nekem is szerepelt egy-két felvétel, meg testvéremnek is, és ennek a könyvnek az átadóján elhangzott egy olyan mondat, hogy Aszód természeti környezete is megérne még egy könyvet. És néhány évvel később megkerestem az alkotókat, akik az előző könyvet szerkesztették, látták a fotókat, és úgy gondolták, hogy vágjunk bele. És ennek eredményeképpen 2011. januárjában jelent meg az a könyv, amiből a műsorunk, a beszélgetésünk elején idéztem is. És ugye ez már kifejezetten rólad és a te munkáidról szól. Aszód, erdők, mezők, lények, fények című fotókönyv a saját alkotásod. Milyen érzés volt, amikor ezt a könyvet először a kezedbe fogtad? Hát ez érdekes történet, ugyanis az Aszód várossávatásának 20. évfordulójára rendezett ünnepségen került erre sor, és akkor láttam először.
De elég sokat dolgoztunk rajta, 21 hónapig tartott a fotózás, és 3 hónapig a szerkesztés. Tehát fejben már lényegében sokkal előbb láttam. Hogyan zajlottak ezek a munkálatok? Volt egy struktúrált időbeosztásod, amikor tudtad, hogy ettől eddig fotózni fogsz, vagy éppen meg volt a kiválasztott helyszín, és tudtad, hogy éppen milyen fényviszonyok vannak, vagy pedig mindig találomra mentél, és vártad a megfelelő pillanatot? Nos, először is azt érdemes tudni a Szodról, hogy nagyon gazdag természeti világ jellemzi, annak ellenére, hogy viszonylag kis területű. Tehát az első lépés mindenképpen az volt, hogy meg kellett ismerni a környezetet, a Galga partját, az árterét, aztán ott van a nagy völgy, egy 8 km hosszú völgy, körülötte erdőkkel. Tehát az első lépés mindenképpen az volt, hogy nagyjából megismerni az adottságait, hogy milyen élőlények élnek ott, és akkor az időjárás, illetve az évszakok tekintetében szinte már lehetett tudni, hogy mi az, amit éppen érdemes keresni. És akkor ehhez mérten a hajnali ködök, vagy éppen az éjszakai felvételekre készülve neki lehetett vágni a fényképezésnek. 21 hónap azért nem rövid idő. Voltak-e kedvenc napszakaid, vagy időszakaid, vagy van-e egyáltalán kedvenc hónapod, amikor nagyon szívesen mentél fotózni? Hát mindegyik hónapnak megvannak a sajátossága, amiért különleges és szép. Illetve még a napszakoknak is, például a Galgára jellemző ködök, amiből két egyformát még nem sikerült elkapni. Akkor a nagyvölgyben pedig ugye hát az erdő, annak a titokzatos világa, ahogy a félénk vadakat néha sikerül meglátni vagy hallani, és még ritkábban még fényképet is készíteni róluk. Igen, ugye a természetben az állatvilág is jó részt megjelenik itt a képeiden. Van-e kedvenc állatod? Hát nehéz lenne egy rangsort felállítani, de Nándi barátommal nagyon sokat jártunk ki szarvaslesre. És hát én előtte igazándiból még nem nagyon ismertem a szarvasokat, és hát ez egy nagyon kalandos út, amíg az ember a mai félénk vadak között sikerül odáig eljutnia, hogy szarvast fényképez. Először is föl kell deríteni a terepet, merre közlekednek, szarvasbőgéskor hol találhatók, oda csalni őket, és hogyha még olyan szerencsénk van, hogy alkonyat után, vagy napkelt előtt még fényképezési fényviszonyok között sikerül velük találkozni, akkor néha egy kép ajándékba kap a fotós. Volt ilyen szerencséd ezek szerint? Egyszer-kétszer összejött, igen. Van kedvenc alkotásod? Azok közül, a képek közül mondjuk, ami a könyvedben megjelent? Hát van egy kép, ami a véletlennek köszönhető, és azért a meglepetésnek köszönhető is, talán egy kicsit közelebb áll, illetve volt olyan is, ami megtervezett volt, és hónapokat kellett rá várni még minden körülmény együtt állt hozzá. Milyen volt ez a kép például, mit ábrázol? Hát érdekes módon ez a két kép, amit említettem, ez pont ugyanolyan az egy napra esik. A megtervezett kép az volt, hogy egy aszódi dombtetőn, ahol faírtás volt, egy vadászles magányosan ott állt. Ez a völgy túloldalából már látszott, és azt képzeltem el, hogy mi lenne, hogyha a teli hold, amikor fölkel, ott lenne a hátterében. És egyszer csak az időjárási körülmények, a hold kelte, amikor fölkelt a teli hold, nem sokkal naplemente után, úgy alakult, hogy kimentem a teleobjektívvel, a kétszerezővel, és megpróbáltam a képet elkészíteni, de mielőtt még vártam arra, hogy fölkeljen a hold, egy olyan látvány tárult elém, amire nem is számítottam volna, ugyanis a völgy egyik oldala a naplementében árnyékot vetett a túloldalra, és a fehér nyárfáknak a törzsi az árnyékban láthatók kopaszon, és a túloldalon pedig vörösben izzanak a kopasz akácfák. És ebből készült 5 vagy 6 kép összetételéből egy nagy panoráma, ami a kiállításon szintén megtekinthető. Csodálatos kép lehet, ahogy így leírtad. Említetted a barátodat, Nándi barátodat. Általában egyedül szoktál fotózni, vagy vannak társaid, akikkel együtt dolgoztok, vagy szórakoztok, nem is tudom, munkának, szórakozásnak nevezhetjük ezt? Hát mindenképpen annyi élmény éri az embert, hogy szórakozás. Tehát hogyha oda kimegy valaki, akkor úgy megy haza, még hogyha nem is készült fénykép, hogy nagyon sok élmény érte az embert, és akkor veszem észre, amikor otthon vagyok, hogy milyen jó volt kint, persze ott kint is. Igen, hát általában a makrofelvételek, a tájfotók, amik a barangoláshoz is köthetők, ezek jó része egyedül készültek, de viszont voltak olyanok is, amikor Nándival nekivágtunk az erdőnek, és akkor megpróbáltunk minden kis részletet észrevenni,
illetve a lesátras fotózások, azok is szintén úgy volt, hogy kint voltunk, és ugye több szem többet lát, több fül több mindent hallhat, hogyha éppen nem beszélgetnek, mert valamikor nem jön semmi, és akkor jobban telik az idő. Hát illetve rengeteg kaland éri az embert, például van itt egy rókás fénykép, őt évvégén sikerült lefényképezni, 3 nap egymás után ilyen -12-16 fokban voltunk kint, egy leskunyhóban, és nem sikerült rókát fényképezni egyáltalán. Akkor jött ki mindig a tisztásra, amikor már fényképezésre alkalmatlan fényviszonyok voltak. És egyszer csak körülbelül 1:30, tehát kiérkezett, körbejárt a kunyhót is többször, és 1/2 órát eltöltött. Volt olyan, hogy 1/2 méter távolságra a kunyhótól. Valószínűleg nem véletlen, hogy ez a kép ennyire kifogástalanra sikerült. Hát igen, elég közel volt, úgyhogy szerencsénk volt. Mi történik akkor, amikor megvannak a kattintgatások, megvannak a felvételek? Hogyan jutunk el, milyen lépéseken keresztül ahhoz a végkifejlethez, amit mondjuk itt láthatunk? Hát mi kép lesz belőle. Először is nagyon sok fotó készül, felvétel, ezek közül kell válogatni. A kiválasztott képet minél precízebben megpróbálom előhívni, tehát ezek nyers állományra készülnek. Te végzed az előhívási folyamatokat, vagy pedig van segítség? Igen, otthon számítógépen. Tehát egyénileg minden folyamatot. Igen, és akkor amikor megvan az a kép, amikor úgy érzem, hogy ez rendben van, akkor még ilyen kiállítási anyag lesz belőle, addig elkészítem neki a keretet, és a megfelelő helyen magát, a fotót elkészítik. Ha már kiállítást említettél, akkor ugye nagyon fontos, hogy elmondjuk azt, hogy ebből a könyvből, amit itt látunk, ebből egy kiállítás sorozat is elindult már, ami Aszódon is hamarosan megtekinthető lesz, méghozzá január 16-án a te volt iskoládban, a Petőfi gimnáziumban. Milyen története van ennek a kiállításnak? Ez a kiállítás azt a címet viseli, amit a könyv is, vagyis Aszód erdők, mezők, lények, fények címet. Ő ebből a képanyagból készült, ugye a könyv tartalmaz körülbelül 150 felvételt, a kiállítási anyag mondjuk 38-40 fotót, és vannak köztük átfedések, illetve olyan képek, amik egyikben megtalálhatók, másikban nem. Hát olyan története is van neki, hogy viszonylag nagy méretű képek is láthatók, igen nagy méretű megszámító panorámák ebben a kivitelben, tehát ilyen 180 centitől 3 méteres kivitelig. Milyen időintervallumban lesz megtekinthető ez a kiállítás? Hát ami most nyílik, ez január 16-án 18 órakor lesz a megnyitó. Ebből az alkalomból az Aszódi Mesék című digiráma is vetítésre kerül. A kiállítás egy hétig lesz látható a kollégium konferencia termében. Erről a felvételről, amit említettél, mi az, amit még tudnunk kell? A digirámáról? Így van. Hát, ez nem régiben készült el, talán még egy hónapja sincs, a 60. kiállítás megnyitójára. Ez szintén ebből a képanyagból annyit érdemes róla tudni, hogy egy komoly zenei mű szolgáltatja a zenei részét, és akkor a képek, amik a Aszódon készültek, erre vannak úgy összeállítva, hogy a zenével fusson egy történet. És nagyon sok olyan élmény található benne, amit kint a természetben sikerült átélni, és talán a zenével együtt sikerül visszaadni belőle valamennyit. A boltokban is kapható már a könyvet, hol lehet ezt megvásárolni? Jelenleg 3 helyen elérhető, az egyik az Evangélikus Gimnázium könyvtára, illetve a polgármesteri hivatalban, és a most nyíló Aszódi könyvesboltban kapható. Ezen felül pedig, aki még további ízelítőt szeretne kapni az aszódi természet hangulatából, az műsorunkat követően megtekintheti az említett digiráma összeállítást, amelyben a kiállítás anyagából és a könyvanyagából is találnak részleteket. Milyen feltételei vannak annak, hogy valaki részt vehessen a kiállítás megnyitón, vagy akár aztán látogathassa a kiállítást? Van-e valamilyen anyagi vonzata, vagy akár bármi más feltétel? Nem, teljesen ingyenes. Tehát január 16-án este 18 órakor lesz a megnyitó, és onnantól pedig tetszőlegesen. Milyen időintervallumban naponta? Egy hétig tart nyitva. Hát valószínűleg, hogy a kollégium nyitvatartási idejében lehet ezt megtekinteni. Milyen további terveid vannak a fotózást illetően? Gondolkodtál-e azon, hogy más területen is elkezdesz fotózni, vagy pedig maradnál a természeti témánál? Hát mindenképpen a természeti téma, mert ez nem csak a fotózást jelenti, hanem
annál sokkal többet. Tehát akkor, amikor az ember kint van és nem is tud fényképezni, de például hal szarvasbőgést például, vagy olyan állatokkal találkozik, amikkel nem gondolta volna, hogy éppen egy bagoly berepül másfél méterre az árnyékos bokor alá, és próbálja az ember körvonalait fölmérni ilyen nyaktekergető mozdulatokkal. Szóval minden fotózás egy élmény, ezért ha nem sikerül fénykép, akkor is élményekkel gazdolik az ember, tehát maradni kellene mindenképpen a természetfotózásnál. Itt az aszódi időszakban volt egy olyan terv, hogy egy különleges hatású természetfilm elkészítése, mivel hogy a lesek rendelkezésre állnak, elég közelről lehet az állatokról felvétel készíteni, illetve nagyon sok új ötlet jött fotózás közben. Készítettünk néhány olyan eszközt, amivel ilyen mozgó time-less szédagokat lehetne készíteni, viszont az időjárás közbeszólt, és ez nem készült el. Viszont, hogyha lenne egy következő terület, akár a Gödöllői Dombság titokzatos vidéke, arról lehetne egy különleges kiállításanyagot, egy természetfotóalbumot, és egy ilyen érdekes hatású kis természetfilmet összeállítani, úgy gondolom. Akkor mindenképpen várunk vissza, hogyha ez a lehetőség is megvalósul. Hát, örömmel jönnék. Kívánom, hogy mielőbb megvalósuljon. További sok sikert kívánok mindahhoz, amit el szeretnél érni, és nagyon szépen köszönöm, hogy megosztottad velünk és a kedves tévénézőkkel azt az élményt, és azt a csodálatos varázslatot, amit a te képeid által kaphattunk most. Köszönöm szépen a lehetőséget. Én is köszönöm, hogy itt voltál velünk. Szeretném felhívni kedves nézőink figyelmét, hogy műsorainkat, köztük a Porta magazin összes számát már az interneten is megtekinthetik televíziónk honlapján a www.regioplustv.hu oldalon a videótár menüpontra kattintva. Önök a Porta 26. adását látták, köszönöm, hogy az idén is ismét velünk tartanak és velünk tartottak, ígérem, hogy várom önöket a jövő héten is új témákkal. Viszontlátásra!